Sziasztok, én Chaser vagyok, és itt is vagyunk a Hogyan Trédeljünk következő részével. Ugye az előző részben eljutottunk addig, hogy folyamatosan cserélgetjük a kulcsainkat, megülett a második kulcsunk, a harmadik, és végül eljutottunk a negyedik kulcsig. Na és akkor nézzük is, hogy mit kezdjünk 4 darab kulcssal. Ugye 4 darab kulcsnak az értéke az 8,76 €, és ahhoz, hogy hasznunk legyen rajta, 10,5 és 11 € közötti itemet kell kérnünk. Na akkor tegyünk is ki egy trédet. Négy kulcsért kérünk, mit is kérjünk érte? Ugye 10,5 11 között. Atomic Alloy gyárjúj, ugye ezeket most fel kéne halmoznunk, mert ugye most az M4 egyeseknek nem van az ára, amúgy az Atomic Alloy az ilyen 15-16 körül mozgott, tehát most 11, de biztos, hogy vissza föl fog menni az áruk. Na ugye Atomic Alloy gyárjúj, 11 €, ami így keresette még az talán ott az a Kaiman Statrak. Minimalware. Jó. Redline Minimalware, mert ez elég jó. Hyper Beast Battlescar. Mi van itt még nekünk? A Jaguar Velvoncsolyan rossz, de nem is a legjobb. Hát a harcjelentesztő a Jaguar, ez már a következő szint. Úgyhogy akkor ezeket is lehetne itt kérni most számunkra 4 kulcsért. És akkor mi odaérjük, hogy send me offert, tehát küldjenek nekünk offert. És akkor ki is posztoljuk a trade-et, majd várjuk a cserajánlatokat. És hogyha megszereztük a 4 kulcsért az első itemet, akkor csinálhatjuk ugyanazt, mint eddig, hogy visszacseréljük 4 kulcsra, és még kérünk mellé egy itemet, majd a 4 kulcsot cserélhetjük egyszerre tovább, az itemet pedig eladjuk a piacon, ezáltal megvan a hasznunk, de amit én javaslok, és könnyebbnek is találom, az nem más, mint hogy az elcserélt itemet berakjuk oda Chillounge-on, és kérünk érte további itemeket, ezáltal haszonra teszünk szert minél gyorsabban. Na ugye most akkor mondjuk szereztünk egy Redlines AVP-be, és azért kérhetünk akár egy Jaguar harctéren tesztelt, az már is 60 cent haszon, vagy Cyrex Velvont, az már körülbelül 1 € haszon, és ugye, vagy egy boom harcérent esztelt, és akkor ezeket simán el tudjuk cserélni egy-egybe, és akkor így haladunk fölfelé. Mondjuk elcseréltük a redline-unkat egy boomra, és akkor a boomot meg cseréljük fölfelé, mondjuk egy Battlescarred AVP Hyper Beast-re, azon megint van 1 € hasznom körülbelül, és akkor megszereztük az AVP Hyper Beast-et, azt cseréljük fölfelé mondjuk egy harctéren tesztelt Cyrex-re, M4A1-esre, és akkor egészen így el kellene jutnunk mondjuk ilyen 20 €-ig, a 20 € szintnél pedig nem is tudom, mit kéne kérnünk. Hát ezt az AVP Asimov Battlescarred szériát kéne megcéloznunk, az lenne a legideálisabb. Igen, tehát így 21 €-ig kéne most ezzel a trade-elés fajtával eljutnunk, hogy így folyamatosan egy-egybe cserélgetjük fölfelé az itemeket, és akkor így elég hamar eljuthatunk az AVP Asimovig, és akkor meg lenne már az első nagyobb értékű itemünk, és akkor innét már nincs is olyan messze a kés. Na de ugye, hogyha valaki nem így egy-egybe szeretné cserélgetni ezeket az itemeket, hanem esetleg kulcsokban, akkor teszünk egy olyan trade-et mondjuk, hogy kulcsok, és akkor ugye 4 kulcsba vásároltuk az a másfél euró, vagy a 11,5 eurós itemeket, visszamegyünk oda.
Negyedik oldal, ez 365, igen, 11 eurós itemeket, akkor itt a leírásban olyanokat adunk meg, hogy M4A1S, Atomic, Mage Case, akkor mit vettünk még 4 kulcsba? Ugye a Redline Minimalware, az is 4 case. Jó. Akkor ugye 5 kulcsért, hogy hasznunk legyen, azért már kell kérni egy 13 euró körülit. Jó, és akkor 5 kulcsért már kérhetünk mondjuk egy AVP Hyper Beast-et. Jó, és még esetleg kérhetünk érte egy Cyrex harctéren tesztelt. És akkor igazából így kulcsokkal is elmehetünk az első Asimovunkig. Hát én ezt egy kicsit lassabb folyamatnak tartom, mint a másikat, de igazából ezt mindenki megválaszthatja, hogy melyik úton, módon szeretne eljutni az AVP Asimovig. És hogyha elértük az AVP Asimovunkat, akkor utána egészen megyünk fölfelé 30-40 euróig, ahol már akár meg is szerezhetjük az első késünket, de igazából szerintem a Good Knife-okban annyira nem éri meg befektetni. Nem tartom őket annyira népszerűeknek, mint az 50 euró környéki Flip Knife-okat. De ez majd egy következő videó tartalma lesz, úgyhogy akkor a mai részben igazából annyit, hogy kulcsokkal vagy pedig egy-egyes trédekkel egészen elérünk a 20 eurós AVP Asimovig, és akkor már tényleg meg lesz az első nagyobb értékű skinünk, és akkor már elmondhatjuk magunkról, hogy egy kulcsból csináltunk magunknak 20 eurót, és ez már tényleg egy nagyon jó teljesítmény. Tehát akkor a mai rész így összességében ennyi is lett volna. Ha tetszett, akkor kérlek dobj egy lájkot és iratkozz fel a csatornámra. Én Chaser voltam. Sziasztok!